Megpróbálom bevenni ezt a... Akkor nem. Akkor nem próbálom meg. Ábe jó nép, itt vagyok, és nem nyugszom, amíg királyságot nem formálunk ebből a nyomorult kis hercegségből, amit itt Augsburgnak nevezünk. Na, nyomjuk tovább, ugye? Nem támadjuk meg őt, mert valamiért pofátlanul gazdag, és pofátlanul sok... Peasant Rebel, hagyjuk már. Pofátlanul sok ember tud mozgósítani zsoldosokkal együtt. Én ennek nem örülök. Mondjuk ki. Nincs okom az örömre. Maximilian. Ez az örökös, nem volt még fiú örökös. Ja, nem, hogy egyáltalán nem volt még örökösöm, jó. Maximilian legyen. Az egy szép név. Ez itt mit akar? Mit akar? Innsbruckot claimelni. Mit akar Innsbruckkal? Brixian claim of Innsbruck. Sok esély nincs rá, de remélem ez veszít. Nyomorult sváb, és akkor lehet, hogy Alpszért meg tudnám támadni. Nálam szegényebb, úgyhogy még esélyem is lenne rá talán, hogyha... És azok kurva parasztok. Mitől nyertem? Nem értem. Na mindegy. 4200 embere van. Miért nem tudom diszvendelni a seregemet? Érdekes. Mi van? Stocking the stores. With a mighty birth and personal influence, as yet lately our kitchens have begun to smell like golden rain and also hunt the end, the only country's head to stand alone. Yes, limited bounty, this cannot last forever, and with this I've got unlimited excess of food. Kannibalizmusért folyamodunk, hát nyilván, hát nem tudtátok, hogy az ember a legfinomabb, hát. Na, azért 4500 vagy 4051 ember. Nagyon fogy a pénze, ez nekem tetszik. De jure county. Akár mind a kettőt el tudnám foglalni. Your leash is orderly fighting against Duchess Ute. És akkor mi van, hogyha a leashem az harcol? Én is akarok harcolni. De várjunk csak, ez jó, ha azt elfoglalja. Az nem baj. A nyomorult vazallusom területét elfoglalja. Én annak csak örülök. Most az a lényeg, emberek, hogy akkor kell támadni, amikor kibékéznek. Akkor kell támadnom, hihetetlen mindig lelépnek az embereim. Spymaster, you say, ha? Hoppá! Hoppá, lehet így egy kicsit OP leszek, legalábbis remélem. Próbáljuk ki. Én vagyok a Spymaster Lotharingiában. Natural Dread plusz 30. Skin Power plusz 15. Intrigue Lifestyle Experience plusz 15%. Hello, hello, hello! Kevesen vagyok. Nagyon.
mint kevés maja túl sok kenyéren. Vagy túl nagy kenyéren, bocsánat. Na. Véget ért a háború. Mi lett a vége? Maradt 4660 embere. Nekem állítólag van 3500. És nincsenek zsoldosaim. Ennyiben még bővítem a fiú, Adalberó legyél. Legyél Adalberó, nem érdekel. Ebből is látszik, hogy utálnak a szüleid. Feudal taxes are reduced. Te ki vagy? Neked biztosan nem. Hát tényleg Maximiliánt nevelni kéne. Egyébként milyen fókuszra menjen. Akkor legyen learning. Az még használható. Szóval, hogy áll a plot? 4 hónap. Ötven százalék. Jó, nem baj, nem állunk le. Folytatjuk. Mennyibe kerülne? Ja, akkor nem veszek fel senkit, mert paranoiás vagyok. Egy kicsit ironikus. Sajnos. Itt kikkel háborúzik, ez a szerencsétlen. Ha háborúzik, egyált háborúzik. De jó reclaim over Tirol. Fáncsik, ez most egy független entitás lett. Ja, hoppá. Hát ahhoz nekem is van egy-két szavam. Szerintem. Én most, ha minden igaz, nem tud zsoldosokat felvenni, mert rohadtul le van égve, én viszont tudok egy csapatot. Mert nem vagyok leégve. Ja, elfelejtettem raise-elni a sereget. Gyorsan leostromoljuk az erődöt, a fővárosát, hoppá. Az ott nem tetszik, ez valami frankia, de az nem az, az nincs ellenem, az csak hostile, de nem én vagyok a célja szerintem. Mert mint megtámad, ha ugye ott vagyok, de... De, ja, amúgy nem célja engem megsemmisíteni. Na, ezeknek viszont annál inkább. Ó, elvittem a hercegnőnek egy fiát börtönbe. Böribe. Megérdemelte. Azok ott nem ellenem vannak, ugye? Most itt függetlenedett ez a hülye, és most szerintem mindenki megtámadta itt a környéken, mert egy idióta elgérnemelte. Hát Isten, nem érdekelnek. Nem olvastam, mert valamiért bezártam a feleségemet a börtönben. Na, majd meglátom, hogy mi lesz a sorsa, majd kiderül. Most más dolgom van. Most nagyon le kell győznöm ezt a nőt, 90%-on vagyok.
Az pont eltakarom, csak azért mondom. Szerintem ezt az erődöt elfoglalom, és akkor igazából meg is vagyunk ezzel a háborúval. Akkor még nem, akkor ezt is elfoglalom. Édes jó Isten. Na ezt kimaxoljuk, és akkor most átnyargalunk az intrigre. Skaldigari természetesen, jó. Jó. Na, visszaszedtem legalább néhány területet, ami engem illet. Áj, mit csinálok? Nem szoktam elengedni a foglyokat. Úristen, mit csinálok? Kivégzés. Duchess Mária, a feleségem, Duke Hugo. Kivégzés. Duke Hugo az ugye... ő volt. Ajajaj, szerencsétlen, most nagyon kapja. Nem baj. Opa. Csökkent a devotion, nem baj. Lényeg, hogy gyűjtsük itt a halálfejeket. Csak ez számít. Ki volt a legmagasabb rangú? Duke Hugo. Értelemszerűen. Ez az ember, ez továbbra is pofátlanul erős, és nem értem, hogy miért. Revoke title. Igen, ezt revoke-olom upszét, hát az ugye az enyém volt eredetileg. Na. Hát akkor háború lesz. Rácok. Nekem ez nem probléma. Nem gond. Pillanatra megijedtem, hogy nincs bedugva a mikrofon, de be van. Jaj. De hogy jól lenne tudni, miért zártam. Nem fog elválni a feleségemtől, miért? Tudod, itt elválunk, miért ne? Jó, és akkor most, hogy börtönben van, most már tudom revoke-olni. Zsír. Na, három városom van. Ravensburg, te vagy a következő. Revoke. Úgyse fogja átadni. Úgyhogy... Rally the troops. Kicsit sok itt az ellenség és mozgása a környéken, de nem baj. Jó, Ravensburg az enyém. Mármint még nem az enyém. Most az enyém. Jó. És akkor már csak Kemptent kéne visszafoglalnom valahogy. Hú, de utál mindenki. Ajaj. Ennek még meg lesz a böjtje. Szerintem. De nem baj, nem baj. Iha, meg kéne javítani a... relikviáimat. Jó. Na mi van, svábok? Ha? Néztek mi? Kis csicskák. Én is tudok pár dolgot. Hú, de meg kéne szabadulnom ettől a csávótól. Brutálisan meg kéne szabadulnom valahogy tőle, de nem tudom, hogyan tudnám megcsinálni. Le kéne gyilkolgatni az összeset, amíg élnek. És amíg kellőképpen legyengülnek, na majd akkor lecsapni rájuk. At your court in Cologne. Mi? Kölnben. K-
Hun ben. Miért? Kön az nem az enyém. Mi? Nem értem. Nem, de lényeg, hogy nincs itt valamiért a kölök, és nem értem, hogy miért nincs itt. Na mindegy. Ez mit adott amúgy? Enem az fabricate hook. Értem. Zsarolásokat lehet vele előkészíteni. Hú, mennyi fogoly. Paranoiás, ambitious legyél öreg. Az nem árt. Belőled akkor még lehet jó vagy rossz ember is egyszerre. Grissomsra nincsen... mennyi claimen van. Kingdom of Great Moraviára van claimen. Esélytelen, hogy ezt el tudjam érni. Sajnos. Nem tudok vele szövetkézni? Nem. Na mindegy. Akkor nem szövetkezünk. Offer to join war. Jó, mindegy. Áj. Van egy olyan érzésem, hogy kicsit most el fogok én itt akadni. Lotaringia. Ezekre nincs claimem, de kérhetek, mert nőből van. Szerintem. Nem, ez akkor csak az izében működött a Crusader Kings 2-ben. Hát nem, itt is hozzáadja, de akkor szerintem kb. Instant adott. Ha nem volt még nagykorú, vagy ha nő volt az illető, akkor rögtön adott rá claimeket a pápa, de mindegy, akkor csináljuk a klasszikus úton. Megoldjuk. Murder. ...2200 ember van, de az a baj, hogy szerintem még egy 3000 ember simán vagy 4000-et fel tud venni ennyi pénzbe. Gond nélkül. Az a baj. Egyelőre még átvegyek fel embereket a skinbe. Ez mi ez a kollapsz? Szívtelen, hidegvérű. Hát inkább... nem tudom. Arrogáns, compassionate. De az a baj, hogy most egy szemét ládának kell lenne, akkor ez hamar meg fog őrülni. Inkább legyen akkor kollapsz. Az a baj, hogy szemét ládával úgy tűnik, csak szemét ládát lehet nevelni. Milyen... meglepő. Na, mit akartam? Jó magam, sem tudom, az a baj. Az a baj, hogy nem tudom. Valakit itt fel akartam volna venni. Ja igen, akartam nyomni ugye egy stressz csökkentést, mert felveszek ide valakit. Ezt akartam. Jó, folytatjuk. Nem nyugszunk meg. Expozni. Nem érdekel, végigcsináljuk. Hoppá. Elfogadom. Jó, megvan a claim. Akkor. Wow, de sok embered van meg szövetségesen. Inkább szövetségesben van neki sok, mint emberben.
Most véget is ért ez a plot? Amit én nyomtam a csávó ellen? Ez nem jó. De emberek, ez hihetetlen, hogy itt vagyok három vagy négy grófsággal, és nem tudok ezzel a csávó ellen mit tenni, mert piszkosul gazdag. Meghalt? Szerintem meghalt. Nem halt meg. Akkor meg, ja, csak kiderült, hogy én voltam. Szarügy. Akkor mindegy, akkor valaki mást kell keresni. De nem. Akkor téged ölünk meg. Téged könnyű lesz. Négyen rögtön be is csatlakoztak, tökéletes. Nincs rád claim-em valami? Eretnek? Katar! Eretnek! Szegény! Kuredziáért akarnék nyomni egyet. És lehet, hogy le is tudnám győzni. Vannak Katar vezetők itt a kör... nincs. Egy darab se. Innsbruck talán. Tirol, bocsánat. De ő katolikus, úgyhogy ő nem fog csatlakozni, úgyhogy... Akkor... Szent Gallen. Imádom, hogy akkor rögtön egy ilyen Kármina burálás, ilyen Karl Orfos zene jön. Kitör a háború. Zseniális. Ne már! Faszki! Istenem. És ő meg már nem Katar. Ja, Istenem. Aj, de hülye vagyok. Fú, de hülye vagyok. Beszarás, mennyire hülye vagyok. Aj. Ah. Hát ennek is ilyen sok szövetségese van, mi a szarnak? Megpróbáljuk megöletni. Hát ha. És akkor utána indítok egy támadást, amikor már csak a hülye gyerek lesz hatalmon, akkor talán könnyebb lesz. Megtámadni és elfoglalni. Jól el vagyok amúgy ezzel a hercegséggel, élvezem ezt a játékot. Igazi hullámvasút. Most éppen megint van egy ilyen fölívelő pálya. Tetszik, tetszik. A kérdésem, eddig fog tartani. Meghalt. Kiváló. És nincsenek szövetségesei. Csaj egyedül maradt. Mondom. Na, azért. Csak lesz háború. Ba meg! Öreg, hát ez azért nem volt szép. Hát gyorsan felszedett némi zsoldast, hogy rohadjon meg. Nem jó, de nem is tragikus. Mindegy. Gyorsan foglaljuk el, azt kész. De ilyenkor legalább próbálna meg a fővárosomat elfoglalni, vagy valami, mert ez egy nagyon gáz, amit csinál. Vagy csak egy chestet. Na mindegy. Ezt, hogy valakinek lepasszolom. De egyelőre megtartom magamnak.
megtámadjuk őt is. Mert éppen szarban van, úgyhogy lecsapunk a lehetőségre. Egy grófnőt elfogtunk, de az nem sokat számít. Próbálja visszahódítani Konstancot, de ezt nem adjuk neki. Valaki szerintem megpróbál megölni, ez az event ez ekkor szokott följönni, ugye ez a Plush and Exotic Carpet, ez csökkenti a Hostile Scheme Resistemet, úgyhogy mindig az alsót kell nyomni ilyenkor. Igen, hát ezt szintén valami kisebb erődöt még el kéne foglalni. Hohenberget. Jó. Add meg magad, öreg. Jó. Szent Gallen az ugye apátság, azt odaadom valakinek. Mit tudom én kinek. Szimbád katolikus, neki odaadom. Hiába van a... ilyen maláj kalóz neve. Vagy indonéz. Ez komoly srác. Na, húzzál onnan. Jó. Nézzünk el a börtönbe. Viktor halál, Winfreda halál, Winfreda kettő halál. Nem tudom ki vagy. Halál. Gandolfo Gatti Luiso halál. Jó. Oké. Nincs valami olyan, ami kivégzéseknél nem oszt, nem veszitek pietit? Dehogy nem, itt van. Jól emlékeztem, akkor ezt így betoljuk. Zsír. Örülnék, hogy nem lépnének le a Spymastereim egymás után. Tudnám értékelni. Charismatic Analytic Paragon. Ó, de jó Cancellar Ability-e van. Nem cserélem rá, mert Sinbad az egyetlen szint, aki bír engem, úgyhogy... nem akarom rontani itt az esélyeimet a tanácsban. Jó, egyelőre. Veled mit tudnék kezdeni? Te egy ilyen igazi, semmilyen közepes karakter vagy. De miért kolonyt ír, amikor ez nem is az én udvarom? Köln. Miért írja? Nem bágom, na mindegy. És ennek csak gyűlik a pénze, és gyűlik. Extort, gyerünk! Hogy nekem is legyen pénzem akkor már. Nem tudom bevágni őt a börtönbe valamiért. Ami húkot kéne rá fabrikálni. Hoppá. Hail the King, nagyon jó. Spymaster of Lotharingia megint. Kiváló. Ki akar engem megölni? Valaki meg akar ölni. Ez nem tetszik. Megmondom őszintén. Ha mások csinálják ellenem, az nem tetszik. Az aggasztó. Aljas provokáció.
Az a probléma. Szóval brutálisan sok emberem van, és ez nekem tetszik. Kérdés, hogy... Modify... Mi? Rossz irányba modifáltam, Istenem, most kevesebb adót fizet. De hülye vagyok. De hülye vagyok, úristen. Jézusom. Aj. Na most van gond. Mindjárt meglátjuk, hogy mekkora. Ja. Egyes fene. Stressz levelet kaptam, az nem jó. De egy elvesztett háború még rosszabb tud lenni, úgyhogy... Úgyhogy felveszünk egy-két csapatot. Ő is felvett gyorsan! Ő is felvett! Láttátok, hogy felvett egy gyorsan egy csomó embert? Úristen! De gáz vagy! Haver! Jézusom! De undorító vagy. Gyorsan el kell foglalni. A várát. Ott van még 3000 ember, jól van. Hát akkor... Totál megérte neki. Totál megérte neki fölvenni még 3000 embert, hogyha most itt bedugom a börtönbe a csávot. Remélem megérte elkúrni egy csomó pénzt erre, haver. 1400 aranyat elköltött ebben a háborúban. 1400-at. Na! Végre! Igen! Végre! Na! Sikerült egy Orbán Viktori államot építeni, minden hatalom végre egy kézben összpontosul. Na! Mostantól Pietit sem veszitek, ha megöletek embereket börtönben. Execute. Szevasz. Jó. Elhoztam a békét a galaxisba. Fú. Most boldog vagyok, úgyhogy csatlakozom a keresztes hadjárathoz. Most megcsinálom. Lehet, hogy nem lesz értelme, de megcsinálom. Hol a kisebbik fiam? Akkor nem ő kapja, akkor Ida Rübszman Tafila kapja. Ha sikerül. Nem éppen egy nagy kingdom, de... Ki tudja, lehet ez nagyobb is. Jó. Szerintem most kezdek megint, sőt igazán már le is hagytam Schwabiát, ami a nettó hatalmat illeti. Kicsináltam a püspököt, ez most kicsit bánt azért, így meggondolatlanul. Nem olvastam végig a defentet, csak annyit láttam, hogy the priest of the people, szóval biztos, hogy jó ember lehetett, de akkor... Na mindegy, most kicsit szarul érzem magam. Na mindegy. Reméljük, hogy a másik is jó munkát fog végezni. Na, family members, Duchy of Kurreci, azt nem, először is. Ask to take wolves. Ez egy ilyen disinherited ért fel, ugye?
Ha jól sejtem. Ja, jó. Zsír. És kár, de hülye vagyok! Megint későn gondolkodtam a rohadt élet, de sokkal jobb ez a csávó, mint ez a szar. Egyszerűen őt kellett volna disinheritelni, és akkor kész, lett volna egy tök jó örökösöm, de nem, megint egy másodperccel azután kellett észrevennem, hogy... de bosszantó. Egy másodperccel azután kellett észrevennem, hogy megtört, megcsináltam. Fú, de idegesítő ez ilyenkor. Na mindegy, menjünk Friuliba. Aztán ha visszaérek, akkor lehet, hogy megpróbálom Schwabiát végre magam alá gyűrni. Valamilyen úton, módon. Meglátjuk. Nem kapok vissza itt embert? Ennyi emberem van összesen, de hogy, hogy. Nem mondom, hogy 7000 volt. Na mindegy. Megpróbálom bevenni ezt a... Akkor nem. Akkor nem próbálom meg. Segítsetek! Oly nehéz a választás. Ennyi. Zsír. Csícskák. Engem nem fogtok csak úgy legyőzni, meg eltüntetni. Kivéve most. Hát jó van, emberek. Jó hadjárat volt. Tetszett. Szerintem ez itt eldőlt. Ezekkel a vesztes csatákkal. Ez a történet. Jó. Jó, én megpróbáltam mindent. Úgy gondolom. Úgyhogy kész. Tőlem, hogy részemről vége van ennek a történetnek. Ha Zürichet még nagyon el kéne foglalni, csak ennek is sok szövetségese van. Nem baj, megoldjuk. Okosba. Vesztettünk, ugye meglepő. Petition Leash. Azt nyomjuk meg, mit tudunk petíciózni. Sand Bailiff. Az jöhet. Hogy fortify, hogy erős megy miatt fejreállítani a kontrollt a megyeimben. Nem akarod, hogy stabilak legyenek a vármegyék? Hát hülye vagy te? Ez bolond ez az uralkodó. Ne, anyádat. Ez bolond. A királyság békéjének érdekében nem akarja, hogy stabilak legyenek a megyéim. Ez bolond, emberek. Ez hülye. Kész. Ezen nincs itt magyarázni. Valaki volt a börtönömben, és nem végeztem ki. Hú, veled nem követem el ugyanezt a hibát. Hú, County of Zürich, ott van. Jó. Nem gondoltam, hogy egy ilyen szadista fenevad lesz itt a... Torcsörölni kellett volna, emberek! Hát szadista vagyok, miért nem szól senki, hogy viselkedjek is úgy, mint egy szadista. Meghalt.
Kiváló, nem maradtak szövetségesei akkor. Miért nem tudok támadni? Ez a fasz bevezette a High Crown Authority... Na, fú. Liberty Faction, join! Hát ezek itt... Sokan jövünk. Presszeljük a demandot, esélye sincs. Wise decision. Bölcs uralkodó. Nem taszított a polgárháborúba az országát. Teret enged az olyan opportunista hercegeknek, mint én. Szeretem az ilyet. Mégsem egy agyalácsult. Jaj. Igen. Szeretem emberek, amikor összejönnek a dolgok, és most úgy tűnik, hogy összejönnek a dolgok. Na, add meg magad, öreg. Jó, le is passzoljuk valakinek, ennek mondjuk nem. De megkaphatja, mert nincsen semmi más területe. Jó. Ez Szimbád, úristen, nem akarom megölni. Szimbád, ott a jó arc. Hát nincs is itt Szimbád. Na, itt van. És miért utál? Azon kívül, hogy egy szar vagyok. Na mindegy. Börtönben nincs senki. Rád nincsen claimem a legnagyobb bánatomra, de csinálunk. Meglátjuk, mi lesz itt. Végre megint 20 arany jön be az államkasszába, akkor itt az ideje megint földúzzasztani. Rendesen a... nem tudok íjászok helyett számszerű íjászokat? Ó, dehogy nem, akkor. Csá! Számszerű jászok. Egyelőre egy 700, sőt 800-ra földúzzasztom. Pikemenek. Egyelőre 600, mert elfogyott a pénzem. De! Ez jó. Ki ez a Sighard? Miért akarom megölni a court physicianemet? Nem vagyok hülye. Szadista vagyok, nem hülye. Oké. Okay. Invite knights. Nézzük, ki szeretne nálam szolgálni. Recruit. Branimir, az már majdnem Baromir. Baromir. Hülye vagyok. Na. Megvan minden. Van Claim Ulmra, de nekem több kell. Egész Schwabiára kellene nekem egy Claim. És akkor már talán tudnék királyságot is csinálni. De természetesen nagyon függetlenek Lotharingiától. De odáig még hosszú az út. Nem hiszem, hogy ebben az életben meg lesz. Már 65 vagyok. Na! Pont most néztem, hogy 65 éves vagyok. Áj, Istenem. Hol a dobókocka? Áj, na, gyorsan váltjuk. Videó felvétel. Igen, videó. Jó, és induljon a felvétel. Nézzük. 3 maradunk, szadisták. Hát emberek, ez
Sajnálatos fejlemény. Jó. Hát akkor viszont igazából egy jó karakterünk van, egy hidegvérű gyilkos, szívtelen, ambiciózus karakter. Jó, ezt akkor már befejezzük, ha elkezdte, akkor rámegyünk Medicine Focusra, és akkor utána visszanyargalunk majd. Arra. Értitek? Intrig fókuszra. Szeretnék egy claimet a dusira, végre. Igényem van rá. Tizenkét arany, hát... Nem tudom, hogy mitől csak ennyi a bevételem, lehet, hogy a számszeriászok... Na tehát, akkor lehetséges, hogy a számszeriászok viszik? Nem. Ez csak kettő arany havonta, én még elvesztettem valamiért elég sok aranyt, na mindegy. Talán majd kiderül. Hogy tudod, 12-13 arany sem annyira szar végül is. Nem bánom. Hercegséget? Kérek! Nem egyenként akarom elfoglalni tőle. Habár végül is, de egyenként foglalom el. Ezen nem újjék. Kellene még egy trebusé. Mert ez már kevés kezd lenni. Jó, vissza akkor gyerünk Ulmot elfoglalni. Ez kicsit tovább fog tartani, basszus. Hihetetlen, egyszerűen nem kapok claimet a hercegségre. Jó! Meg lett Grüningen. Nem Grüningen, mert az itt van. Mennyi fogoly, azt a betyár mindenit. Captain, te mehetsz, jó pénzért. Kéne nekem feleség lassan. Kinek vannak jó trétjei? Robosztus. Pikkelyes, az annyira nem jó. Quick Hail. Ő jónak tűnik, legyen ő. Kiváló. Jó, egyelőre most jobb fej leszek, pár foglyot elengedek pénzért, amíg nem tudom megszerezni a torturer, meg az ilyen-olyan képesítéseket magamnak. Úgyhogy addig kivételesen irgalmas leszek. Unholy Union, miért? Nem igaz. Na ugye, azt akarja, hogy elváljak a feleségemtől. Biztos, hogy nem. Ő ki? Hát ennek a felesége meg Katar. Nem tudom, ezt a középkorban, hogy mennyire nézték amúgy jó szemmel. Amúgy
volt egy albigéziai keresztes hadjárat, ami ezen a területen zajlódott, pont Toulouse-i hercegség területén, vagy grófság. Itt a katarokat igyekeztek, hát hogy mondjam, eltüntetni. Sokszor terveztem már róla videót csinálni, mert egy nagyon ilyen tele van, hát hogy mondjam, ilyen... Mindig elfelejtem, hogy mi a kontroversial magyar jelentése. Nem fogom tudni megmondani, hogy mi ez ilyen nem ellentmondásos, hanem mindegy, elengedem ezt a szót, mert úgy csípt eszembe. Hogy a katarokról nagyjából azt kell tudni, hogy ők lányom született, Mária, tökéletes, hogy ők egészen a krisztusi tanításokig akarnak visszamenni, tehát ők elvetik az egyház fennhatóságát, és gyakorlatilag csak ilyen elég puritán életet élnek. Gyakorlatilag nem voltak vagyontárgyaik, megosztották mindenüket egymással, meg minden. Ez nyilván az akkori egyháznak nem tetszett, ezért indult ellenük a keresztes hadjárat. De, ja, szomorú történet. De, ja, ma már azért nyilván, főleg ugye Ferenc pápa is inkább ezt az utat követné. Változnak az idők, na. Diplomacy Challenge. Miért feküdtem? Nem mondjuk, egy hülye vagyok, úgyhogy nyugodtan. ennyi. Annyit azért még elmondok, hogy a... nem Toulouse. Vagy Toulouse? Lehet, hogy... Jó, nem akarok hülyeséget mondani. Ugye jött a keresztes sereg, és egy város alatt, hogy Carcassonne lett volna az a város. Lehet, hogy Carcassonne volt. Mindegy. És megálltak ott a falak alatt, ugye, és követelték az ottani helyi lakosoktól. A többségében ugye keresztény, vagy hát akkoriban talán már katolikus lakosságtól, hogy adják ki ugye a katarokat. A katarok viszont szerint meg azt, vagy hát a katolikusokat meg azt mondták, hogy ez egy fasság, úgyis nem adnak ki senkit. És ezért ugye a keresztes sereg hát ez szépen végigmészárolta a várost konkrétan. Hát, ja. Ugye itt, ugye mondanom sem kell, hogy ez is egy igazából egy területvita volt, ugye azt hiszem a francia uralkodó akarta helyreállítani itt a déli végeken a rendet, úgymond, és ez neki pont kapóra jött egy ilyen vallásvita, hogy elorozzanak pár területet maguknak, szóval mondanom sem kell, hogy ez sem a vallásról szólt. Mint úgy általában bármilyen vallási konfliktus, nem a vallásról szól gyakorlatilag. Na mindegy. Inkább fizess a pénzt, jobban szeretem, mint a barátokat. Ott megszilárdítjuk a hatalmunkat. Na, 16 aranyra azért fölmentünk. Jól nyomjuk. Eddig van trúszom, 54. október 22, az meg 2 év pontosan. Akkor addig még duzzasztjuk egy kicsit a sereget. Lehet, hogy hozok Armored. Sőt, ja, bevezetem az Armored Horseman-eket. Ez piszkoful drága, úgyhogy egyelőre 4-et mondjuk. Ez 200 lovag lesz. Maradékban meg felveszek még 3 trebusét, hogy építek. És akkor az úgy már, azon már talán úgy gyorsabban lehet ostromolni. Talán. Jó! Intrig, valami intrigát kéne nyomni, csak szar vagyok, az a baj. Murder.
Próbáljuk meg. Most az, hogy nem vagyok paranoiás, hogy be tudok hívni egy csomó embert, akit jónak látok. Jó. Két embernél. Jó, és kiderült. Csodálatos. Istenem. Jó, nem baj, nem teszünk le rólat, az orra, az a szeme előtt fogjuk tervezni. Beülünk mellé oda az izéba, a kantinba, az étkezőbe, és ott tervezzük előtte, hogy hogyan fogjuk őt megölni. Bizony. Őt is behívjuk, gyere. Bárkit szívesen látunk. Jaj. 40% így is. Szerintem ez tök jó. Miért születik ennyi gyerekem? Letagadom az összeset. Meghalt. Csak kiderült, hogy én voltam. Na mindegy. Hülye gyerek lett az uralkodó. Pár nap múlva meg is tudom támadni. Pontosan most. Akkor gyerünk! Legyen... Fürstenberg a következő célpont. Esélyed sincs, hülye gyerek! Gyere vissza! Úgyis elkaplak. No! Hagagyi! A szovjet Tom és Jerry. A Nomegáj csak, nem tudom, hogy ki ismeri. Régen rohadt sokat néztem. Az egy minőségi műsor volt, én azt mondom. Kevés olyan dolog, ami a Szovjetunió termékei körül elmond, közül elmondható. Jó. Srácot már rohadtul legyőztem, csak nem akarja beismerni. Oké. Grand 2... Tényleg valamelyik fattyamnak odaadom. Christophernek. Akkor nem adom neki, mert nem tudom. Egyetlen? Nekem csak két gyerekem született tőle. Na azért, ennek nem oda tudom adni. Jó. Meg tudnám csinálni kurréciát, és Svábia is nem sokára terítékre kerül. Zollernre megyünk. Hú, de fogy a pénzem. Ja, mert töltötték vissza a katonák. Az van, hogy ez a nő, ez engem bajba fog sodorni, szóval... Murder. Nem tudom, ki ez a Katalin, de meghívom. Mindjárt besokallok a stressztől, most nézem. Óvatosnak kell lenni. És kiderült! Nézzetek oda! Hát... Annyira tudtam! Hát akkor... Nem tudom, kivéged... Nem is az én börtönömben van? Nem. Francban. Ah, Istenem! Miért ilyen a sors? Amúgy apu az hány ember tölt meg? Iha, hosszú a lista. 19-et. Az igen. Nem baj. Amúgy most szerintem elég közel vagyunk egy új királysághoz. Found a new kingdom.
Jó, ezt csak följebb kell tolni a fémet. Independent ruler az olcsó lesz megoldani. Három dusi kell. Ugye az a legkritikusabb. Ez lehet, hogy még ebben az életben meg lesz. Aztán majd meglátjuk. Ó. Oh. Hát ez kellemetlen. Megoldom magamtól is a stresszt. Nem kell itt tutuljgatni engemet. Nem fogunk morálisan összeomlani. Nem. Opa, rosszat nyomtam. No, mindegy. Szórakozik velem ez a játék. Ez hivatalos. Meghalt a feleségem. Hát, ez remek. Ez remek, emberek. Próbálom magam alá gyűrni a stressz, de nem fog összejönni. Sajnos. Várjunk csak, várjunk csak! Jó, hogy ennek már van férje? Mondjuk úgy tesz, mint egy vámpír, úgyhogy nem veszem. El akartam venni feleségül, de akkor így mindegy. Vámpírokkal nem szűrjük össze a levet. Azt mondja, hogy van valamelyik örökösöm, amelyik? Ő quick, az jó. Akkor fontos, hogy majd a másikat kell diszineríteni, meg apác az árdába rakni. Ő jó lesz. Második feleség. Jó. Hopp, ott valami kis konfliktusocska van. Na jó, ezt most már kinyírom, ezt a nőt. Most már tényleg nagyon veszélyes kezd lenni. Istenem. Aj. Kiderült, hogy meg akarom ölni. Na jó, így legalább... így legalább talán már nem fog nekem több gyereket szülni. Az is valami. Na, végre mehetünk. Intrig fókuszra. Nem. Sőt, annyira nem, hogy én fogom fölnevelni. Én magam. Senki más. Na, meghalt. Legalább nem kell miatta aggódni. Na, hülye gyerek. Kéne most már egy claim ad hercegségre. Nagyon örülnék egy claimnek. Nagyon örülnék egy claimnek. Ó, egy fiú örökös. Nem Martin lesz, hanem hol volt Sigismund? Sigmund. Nekem Sigismund kell.